Köszöntjük a telesuli mai adásának nézőit. Az én nevem Lukács Erdei Bolya, és a mai történelem órán Nyugat-Európáról fogunk beszélni a 16-17. századokban. Többnyire a 16. századról lesz szó, illetve azokról az előzményekről, amelyek megteremtik ezeket a lényeges változásokat a 16. századi Európában és amikor Európa változásairól, gazdasági, kulturális, felfogásbeli változásairól beszélünk a 16. században, akkor elengedhetetlen annak a stílusirányzatnak a tárgyalása, illetve bemutatása, amely számos módosítást valósít meg a gondolkodásmódban, a művészetben, a kultúrában, és így tovább. És ez pedig nem más, mint a reneszánsz. Ugye a reneszánsz az magyarul újjászületést jelent, és ez alatt az újjászületés alatt az ókori antik kultúra újjászületését értjük. Újjász, újra felfedezik a reneszánszban az ókori római, illetve görög szerzőket, az ókori görög és római művészetet. Ismét elkezdik a a, tulajdonképpen a maga értékében hangoztatni, hangsúlyozni, időhatárai a reneszánsznak a 14 és 16. századokra tehetőek, kiinduló pontja pedig Itália, azon belül is Firenze. Ideológiája humanizmus, és néhány jellemző vonása a reneszánsznak például az emberközpontúság, az ember a dolgok fokmérője, ami egy jelentős változás a gótikához vagy román stílushoz képest, hiszen addig az individum mint olyan nem volt fontos, a reneszánsz azonban ismét Kiemeli az embert, ismét hangsúlyozza, az ember fontosságát, az embert egy csodálatos lénynek tekinti a reneszánsz. Újra felfedezik az embert is tulajdonképpen. A művészetekben ö, ö, figyelemmel követhető az emberi test szépségeinek a hangsúlyozása, és a művészetek virágzása, annak is köszönhető, hogy megjelennek a mecénások, azok a gazdag bankár, illetve kereskedő családok, mint a Mediciek vagy az Eszték, akik pénzzel támogatták a művészeket, és ezzel a művészet virágzásnak fog indulni. A kivetített térképen láthatjuk a reneszánsz kiinduló pontjaként föltüntetett Firenzét, illetve ez nagyon gyorsan átterjed Rómába, más itáliai városokba, de Itália határain túl is gyors terjedése tapasztalható a reneszánsznak. Néhány szót szóljunk a reneszánsz építészetről, amely, ahogy már a bevezetőben említettük, általánosan a reneszánszról az ókori építészetet eleveníti fel, és olyan építészeti elemeket használ, amelyet az ókortól a reneszánszig szinte elfelejtettek. Ezek közé soroljuk a kupolát, vagy a háromszögoromzatot, a más néven timpanont, a dór, jón, illetve korintoszi oszloprendeket, illetve a félköríves záródásokat az ablakoknál, illetve ajtókereteknél. A kivetített képen a Firenzei Dóm kupolája látható, amely a reneszánsz építészet kezdeteként is tekinthető, ez a híres halszálkás kupola, amely Filippo Brunelleschi nevéhez köthető. Híres reneszánsz épület a római Szentpéter Bazilika 16. századból, amelynek tervezői közé Uh, számos híres uh, reneszánsz alkotót sorolhatunk, mint például Bramantét, Raffaellót, illetve Michelangelo-t, és ezen a Szent Péter Bazilikán is nyomon követhetjük a reneszánsz építészeti jellemzőit, ugye láthatjuk a kupolát, láthatjuk a háromszögoromzatot, illetve a, a az ókori görög oszloprendek, amelyek közül itt korintosi oszloprendeket figyelhetünk meg. A reneszánszban uh, már nem csak um, Egyházi épületek sokaságáról beszélhetünk, hanem a világi építészet is virágozni kell. Számos paládzót építenek és terveznek reneszánsz szellemben. A képen kivetítve a Firenzei Ospedali dei Innocenti árvaházat láthatjuk a 15. századból, amelyet Filippo Brunelleschi tervezett. Ez tehát egy magán, egy világi épület, nem egyházi kötődésű, és ezen az épületen is nyomon követhetjük a reneszánsz sajátosságait. Ugye az ablakok fölött a kicsi háromszögoromzatok, a Félköréves árkádok és az épület rendeltetésére utalnak az árkádok közötti csecsemő alakok domborművei. Magyarország területén is természetesen említhetünk reneszánsz emlékeket, ilyen például a Sárospataki vár a 16-17. századból, vagy akár erdélyi emlékel is példázhatunk, olyan a Gyulafehérvári Székesegyház lázói kápolnája a 16. századból reneszánsz stílus jegyeket hordoz magán. A reneszánsz szobrászatról, illetve festészetről el kell mondani, hogy alapvető az emberi test szépségeinek hangsúlyozása. És a világ, illetve hát a, a művészettörténet, talán egyik leghíresebb szobrát láthatjuk itt, ugye Michelangelo Dávid szobra, és itt Dávid egy bibliai alak. És a reneszánsz felfogásában attól sem kell visszariadni, ugye, hogy a bibliai alakot, akik a gótikában, vagy amelyeket a gótikában és a román stílusban tetőtől talpig fölöltöztettek, most már mesztelenül ábrázolják, mert hogy a fontos, amire a hangsúlyt kell fektetni, az az emberi test szépsége, ennek a hangsúlyozása. A, a festészetben leginkább odafigyelnek a természet valóságos ábrázolására, a kifaragott, illetve megfestett témák közé vallási, mitológiai vagy világi témákat is sorolhatunk, elkezdenek a portrék megjelenni, illetve elterjedni, a mediciek például gyakran festettek magukról portrét, a festményeken ábrázolják a fényárnyék hatást, alkalmazzák a perspektívát, tehát, hogy térben ábrázolják az eseményeket, illetve alkalmazzák az aranymetszés szabályát. És itt láthatjuk Michelangelo egyik másik híres alkotását, a Pietát, vagy fájdalmas szűzanyát, és összehasonlítva ezt a reneszánsz szoborkompozíciót egy gótikus szoborkompozícióval, elmondható, hogy a szűzanya alt kifejezésén már leolvasható a szomorúság, Krisztus testtartása teljesen természetes, a redő kialakítása valósághű, ezek tehát a reneszánsz szobrászat néhány jellemző példái, de megemlíthetjük Donatello Gál láttam el át a Zsoldos vezér lovasszobrát a 15. századból, ez egy padovai köztéri emlékmű, és a, a lovasszobor újra felfedezése szintén a reneszánszhoz köthető, az ókorból néhány lovas szobrot ismerünk, ilyen például Marcus Aurelius lovasszobra, és a reneszánsz az az időszak, amikor a szobrok ismét megjelennek és elterjednek. És akkor tényleg csak a legfontosabbakat, a legjelentősebbeket emeljük ki a reneszánsz művészeti alkotások közül, meg kell említenünk Leonardo da Vinci utolsó vacsoráját, ami a 15. században készült, ugye a milánói uh, Santa Maria delle Grazie Kolostor étkezdének a falát díszítette, vagy díszíti napjainkig ez az utolsó vacsora, illetve hát Leonardo da Vinci talán leghíresebb táblaképe a 16. században keletkezett Mona Lisa. Michelangelo már említettük, ugye építészként, említettük szobrászként, és most a festészeti tevékenységéről is uh, röviden beszélni fogunk. Um, zárójelbe, de nem is annyira zárójelbe, fontos hangsúlyozni, hogy a reneszánsz művészek polihisztorok voltak, tehát több mindenhez értettek. Láttuk, hogy Michelangelo például te, építész volt, ugye bár szobrász volt, festő volt, de hasonlók mondható a Leonardo da Vinci-ről. Itt a Sixtus Kápolna mennyezet freskója tekinthető meg, amelynek központi regiszterében a genezis vagy teremtés történit jelenetei körvonalazódnak, az oldalsó regiszterekben pedig szibillák, illetve proféták alakjai körvonalazódnak, ezt Michelangelo a 16. században festette. A reneszánsz gyors ütemben terjedt Itália határain túl is, francia vagy német nyelvterületen, a képen kivetítve a német Albrecht Dürer, a királyok imádása figyelhető meg a 16. századból. És érdekes, hogy míg a román stílus vagy a gótika megkésve érkezik meg magyar nyelvterületre, nem mondhatjuk el ugyanazt a reneszánszról és humanizmusról. És ez elsősorban Mátyás király széles látókörének te, ö, köszönhető, de annak is, hogy ö, kezdetben a külföldről Magyarországra érkező egyházi értelmiséggel ö, jut be, szivárok be a reneszánsz és a humanizmus ö, Magyarország területére, a későbbiekben pedig második, ö, Mátyás második felesége Aragóniai Beatrix által fog elterjedni. Jellemző a magyar reneszánszra és humanizmusra művészetpártolás, ö, a korvinák ugyebár ekkor születnek a híres korvinák, a reneszánsz építkezések, magyar nyelvű könyomtatás, ekkor terjed el Hess András Budán megalapítja az első magyar könyvnyomdát. És érdekes, hogy az első magyar nyomdai produktum az nem a, a vallási jellegű vagy egyházi jellegű, mint Európa más területein, hanem egy történelmi mű, amely Magyarország történetét a kezdetektől Mátyás uralkodásáig tárgyalja, illetve elterjed a magyar nyelvű irodalom. Fontos az európai reneszánszról is hangsúlyozni, hogy az ember központúság, illetve a humanizmus ideológiájában az emberközpontúság kultfontosságú szerepet kap. Maga a humanizmus megnevezés, ugye a humánumot, az embert helyezi központba, mert az ember tekintik a dolgok fokmérőjének, az ember egy csodálatos lény, emberi észre minden felfogható, minden megmagyarázható, a humanizmusban nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos kutatásra, a kritikai szellemre, ugye változik a világkép, Nikolaus Kopernikus kidolgozza a heliocentrikus világképet, de humanista tudósok közé sorolhatjuk Giordano Bruno-t vagy Galileo Galilei-t, és a humanizmus hatására, meg a humanizmussal egy időben kezdődik meg az európai könyomtatás története a Johannes Gutenberg által létrehozott első nyomdával. A humanisták emellett hangoztatták, hogy nagyon fontos az anyanyelvű nyomtatás, hiszen latinul. Viszonylag kevesen tudtak, de ha anyanyelven a nyomtatott könyv ugyebár gyorsabban is elérhet a, az emberekhez, illetve érthetőbb, hogyha mindenki a saját anyanyelvén olvashatja ezeket a könyveket, ezért fontos a humanizmusban a Könyomtatás szerepének a hangsúlyozása, és ezért fognak a humanista, illetve reneszánsz gondolatok ilyen gyors ütemben, Itáliában, illetve Itálián kívül is elterjedni. És akkor visszatérve a magyar nyelvű irodalom megjelenésére, illetve kibontakozására a tárgyalt időszakban, meg kell említenünk Jánusz pannonius aki az első név szerint ismert magyar költő, műveit ugyanakkor Jánusz Panonius latinul írta, és költészetének nyelve, hangulata, illetve anyaga az itáliai humanizmus tükrözi. Erdélyben, illetve Moldvában és Havasalföldön is uh, tanúi vagyunk a humanizmus megjelenésének és elterjedésének, a Johannes Honterus, illetve Nikolaus Olahus, a, a szászok lakta régiók jelentős humanista gondolkodó, illetve írói, a román nyelvterületen pedig meg kell említenünk Grigori rékét, Miron Kostint, vagy Jonné Kulcse kronikásokat, illetve Dimitrié Kánté Róma fejed, vagy bocsánat, Mozva fejedelmét, és ezek a humanista gondolatok többnyire történelmi és vallásos jellegű művekben tükröződtek. A Reneszánsz és humanizmus tárgyalása után a földrajzi felfedezésekről is kell ejtenünk néhány szót, ugyanis a földrajzi felfedezések is olyan változásokat produkálnak Európában, amelyek öm, öm, hosszú távú hatásairól is fogunk majd a későbbiekben beszélni. A nagyföldrajzi felfedezések okai közé csak néhány tényezőt említenék, ilyen volt például az aranyéség. Uh, ugyebár Európa nemesfény fény hiányban szenvedett. Ilyen volt az új a keresése, mert a szárazföldi levantei kereskedelmi utat elzárta a terjeszkedő török birodalom. Uh, ilyen tényező volt, ami elősegítette, vagy uh, ki provokálta a nagy földrajzi felfedezéseket, ugye a megváltozott világkép. Bebizonyosodik, hogy a föld gömbölyű. Ez mind a humanizmus és reneszánsz hatására is mélyül ez a felfogás, és ilyen szellemben készült például a kivetítve is látható Paolo Toscanelli világtérképe. Addig ugye azt képzelték, hogy a föld lapos, a szélére érve lepottyannak, azt olyan hiedelmek éltek az emberekben, hogy a vizekben szörnyek élnek, amelyek felfalják a hajót legénységestől, és ezeknek a hiedelmeknek a háttérbe szorulás a ráció előtérbe kerülése illetve a már említett okok vezetnek el a nagy földrajzi felfedezésekhez, amelyek a, amelyben a spanyolok és portugálok jártak az élen. Ugyebár 1492-ben Vasco da Gama eljut Indiába, ezen megvalósítja a víz, vízen történő kereskedelmi utat a távol kelettel. Kolumbusz 1492-ben felfedezte Amerikát, ami olyan jelentős, hogy innen számítjuk az újkor kezdetét. Tehát bővülnek ezek hatására tudományos ismeretek is. És a nagyföldrajzi felfedezések következményei közé olyan tényezőket sorolhatunk, mint Európa vezető gazdasági szerepének a biztosítása, megkezdődik a korai gyarmatosítás, ugye a spanyolok és portugálok által felfedezett területek elosztásával. Ezeken az új területeken termékeny táptalajra találnak azok, akik a keresztény hitet terjesztették. Kialakul a világkereskedelem, ami kiszorítja a földközi-tengeri kereskedelmet, illetve hosszú távon a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően jelenik meg az abszolutizmus, ugye a Habsburgok, illetve 5. károly által. És a földrajzi felfedezésekről tényleg csak néhány gondolatot említettünk, mert hogy említeni, nagyon fontos Európa 16-17. századi történetére vonatkozóan ezeket, és hasonlóan fontos beszélni a tárgyalt időszakban a reformációról, amely ugyebár maga a reformszó újítást jelent, és ez nem volt egy um, új dolog a katolikus egyházban, hiszen már a középkorban például tanulni lehetünk a klüni reformnak. Ebben a tárgyal 16. században többen hangoztatták az egyház szükséges megújulását a pápai hatalom korlátozása által. Miért kellett a pápai hatalmat korlátozni, vagy egyáltalán miért kellett ezt megreformálni? A pápai hanyatlás ebben a tárgyalat időszakban a. Vagyis a pápai hatalom hanyatlani kezd, zülleni kezd, jellemző a szimónia, tehát a pápai trón pénzen való megvásárlása, az egyik legrosszabb, emlékű pápa, az a Borgia hatodik Sándor, aki állítólag pápa választására több szekérnyi anyagi javakkal érkezett, hogy az őt megválasztó konklávét le tudja fizetni, és ugyancsak ő volt az, aki felvállalta nyíltan a családját, emellett pedig a pápai palotában szeretőket is tartott, tehát el kell mondani, illetve fontos hangsúlyozni, hogy a pápai hatalom hanyatlik ebben a tárgyalt időszakban. És ami kiváltja a reformot, az a búcsú cédulák árusítása, vagy bűnbocsátó cédulák árusítása, ami annyit jelentett, hogy a, a hívek a pápa kezdeményezésére megvásárolhatták tulajdonképpen a mennyországba való belépőjüket ezáltal kikerülték a purgatóriumot, a tisztító tüzet, a búcsú a megvásárlásával, és nyílt utat biztosítottak ezáltal a saját maguk számára a Mennyországba. És nagyon jól reklámozták egyébként ezeket a bűnbocsátó cédulákat, például olyan szlogen szlogenekkel, hogy mikor a pénz a ládikába hullik, a lélek a tűzből menten kiugrik. A, a humanisták közül is voltak olyanok, például Rotterdami Erasmus, aki a látványos hitet a bensőséges meghit vallásossággal tervezte fölváltani. Ezeknek az előzményeknek a hatására Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki a Wittenbergi Vártemplom kapujára 95 pontból álló vitairatát, ami a reformáció kezdetét is jelenti. Ez a reformáció zéró pontja, hogy így fogalmazunk. Luther egyébként maga is Egyházi ember volt, Ágoston rendi szerzetes, a Bibliotanítása szerint élt, bőjtölt, és olyanokat követelt, kért a reformjai között, mint azt, hogy a cédulák árusítását tiltsák be, mert hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, semmiképpen a pápa, Legfontosabb a biblia tanulmányozása úgy fogalmaz, hogy a hit egyedüli forrása a biblia, szorgalmazza a nemzeti nyelvű miséket, mert a latin liturgiából az egyszerű hívek vajmi keveset értettek, illetve azt, hogy a papok térjenek vissza az eredeti szegénységhez. Na most természetesen a pápa Rómába hivatta Lutert és felszólította a tanai visszavonására, amiután után Luther ezt nem tette meg, a pápa kiközösíti az egyházból, megtörténik a birodalmi átokkal való sújtás is 5. Károly részéről. Lutert azonban befogadja a száz választó fejedelem és Wartburg várában állnéven bújtatja. Luther számára rendkívül um, um, termékeny lesz ez az időszak, hiszen itt fogja lefordítani a Bibliát latinról németre. Luther tanainak gyors terjedései figyelhető meg, azért mert a Lutheri tanításokban mindenki a saját helyzetének a javulását látta. Azáltal, hogy hangoztatta a papok visszatérését a szegénységhez, nagyon sokan a saját anyagi gyarapodásokat látták ebben. És ezáltal a luteri hit, a luteránus hit, amiből az evangélikus felekezetek, az evangélikus egyház, az evangélikus hit alakul ki, gyorsan el fog terjedni. 1529-ben Spájerben betiltották az új hit terjesztését, a követők azonban protestáltak, és innen ered a protestáns kifejezés. A kivetített térképén figyelhetjük meg a protestáns hit, a luteránus hit terjedését. Anglia egy külön fejezet a reformáció történetében, hiszen kezdetben a Tudor dinasztiából 8. Henrik támogatta a pápát a Lutherrel szembeni vitájában. A későbbiekben azonban személyes okok vezetik arra, hogy szakítson a pápával, ugyanis válni tervezett első feleségétől, Aragóniai Katalintól, amit a pápa nem akart kimondani. Ezért 1534-ben elfogadta a parlamenttel azt az iratot, amely kimondta, hogy az egyház egyedüli feje a mindenkori angol király, így született meg az anglikán egyház, amely megtartotta a katolikus külsőségeket, de bevezette az anyanyelvű liturgiát, illetve eltörölte a cölibátust, Angliában egyébként megvalósul a kolostori javak kisajátítása. Luther egyik legjelentősebb követője Calvin János lesz, akinek a tevékenységeihez kötődik a református egyház létrehozása. Ő francia származású volt, de Franciaországból menekülni kényszerült az ott uralkodó vallási helyzet miatt. A semleges Svájcban, Genfben telepedett le. A hirdet a predestináció elvé tehát, hogy Isten eleve elrendeli a sorsunkat születésünkkor, hangoztatta a puritán életvitelt követőitől megkövetel, megkövetelte az egyszerű életvitelt, a sötét színekbe való öltözködét Öltözködést tiltotta a táncmulatságokon való részvételt. Um, kezdeményezte a demokratikus egyházszervezetet, illetve világi felügyelőket és presbitereket vont be az egyházba, által tehát tanításai által alakult meg a református egyház. Az ellenreformáció vagy katolikus megújodásról um, és beszélnünk kell, nem képzelhetjük, hogy a katolikus egyház karba tett kézzel ült, és nézte, hogy a hívei elpártolnak, és a fogalom tisztázása fontos, ugyanis a protestánsok ezt a folyamatot ellenreformációnak tekintik, amelyet a katolikus egyház fellépésekén magyaráznak a reformációval szemben, míg a katolikusok ezt katolikus megújhodásnak nevezik, és a katolikus egyház belső reformját értik ez alatt. És a belső reformok közé soroljuk a jezsuita, vagy Jézus társaság rend létrejöttét, amit Lojalai Ignát kezdeményezett, létrejön a Tridenti zsinat 1545-63 között, ahol döntenek a búcsú cédulák árusításának a betiltásáról, iskolákat, nyomdákat alapítanak, ugye a jezuita iskolák nívós ö, oktatási szintet biztosítottak a tanulók számára, kialakítják a, a szent törvényszéket, tehát megkezdődik az inkvizíció, illetve arról is döntenek, hogy a pápa a legfőbb hatalom. Na most a katolikus szellemű művészet is kibontakozik, hiszen a, a reformátusok puritánságával szemben próbálnak a katolikusok fellépni, a hívek templomba való belépéskor a cél az elkápráztatás, és ezzel egy új stílusirányzat fog megszületni, mégpedig a barok. Magyarországon is Erdében gyors ütemben terjednek az új vallási tanítások. Kezdetben az evangélikus hit a németek lakta városokban, illetve a szászok lakta régióban fog elterjedni, majd az 1550-es évektől a reformáció is megjelenik magyar nyelvterületen, tehát a kalvinizmus. Debrecenben például Méliusz Juhász Péter református kollégiumot alapít, ennek köszönhetően kulturális fellendülés bontakozik ki, felekezeti iskolákat alapítanak, Meg megsokasodnak a magyar nyelvű nyomtatott könyvek, ami arra is utal, hogy célesebb réteg tudott már írni, olvasni. És megtörténik a Biblia magyarra fordítása Károli Gáspár által 1590-ben, ezt nevezzük Vizsai Bibliának. Erdély egy béke szigete, úgymond az európai vallási viszontagságok között, hiszen Erdélyre nem jellemzőek a korszak más európai országaiban zajló felekezeti viták, a vallási ellentétek, az ortodoxok is szabadon gyakorolhatták vallásukat, sőt, János Zsigmond fejedelem udvari papja Dávid Ferenc terjesztésére nagyobb rétegek áttérnek az unitárius hitre. És a világtörténelemben először Erdében az 1568-as Tordai Országgyűlés kimondja a világ első vallási törvényét. Ugyanis Tordán 1568-ban arról határoznak, hogy megteremtik vagy lefektetik a négy bevet vallás rendszerét, ennek megfelelően szabadon gyakorolhatják vallásukat a reformátusok, a katolikusok, az evangélikusok, illetve az unitáriusok. Én bízom benne, hogy a mai alkalom is érthető volt, bízom benne, hogy hozzásegíti a kedves diákokat az órákra való felkészülésre. Megköszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a viszontlátásra.